opuncia, vagy más néven a fügekaktusz, amelynek a gyümölcse nagyon élvezetes, és kitűnő tápláléka a bíbortetőnek, amiből festéket nyernek. De a gyümölcsét, hogyha meghámozzuk, és meg kell hámozni, mert a tüske mellett még horgas szőrök is vannak, amik gyakorlatilag fogyaszthatatlanná teszik. Tehát ha meghámozzuk, és megesszük a gyümölcsét, akkor az mint vízháztartásra, a veseműködésre, mi több lipideket megköti, tehát ezeket a zsírokat nem hagyja, hogy a szervezet feloldja, hanem eltávolítja. Nagy mennyiségű vizet tartalmaz a módosult szára, amit lapos levélnek tűnik. Fügekaktusznak a levelét és a virágát eszi, és a vizet is onnan nyeri, tehát ebben a módosult szárban földgyülemlett víz az, ami aztán a szomját oltja. A nap 16 órájában letargiában van, mert ugye ez napenergiával működő állatról van szó, tehát azért is bújik a gödrébe éjszaka, hogy valamelyest az energiát tudja raktározni. És utána, amikor a nap fölkel, kisüt, akkor megy a napfényre, akkor ott életre galvanizálja magát, aztán elvánszorog ide a etetőhelyhez, itt akkor megeszi a maga fél kiló, egy kiló zöldjét, és utána megy vissza a búvó helyére. Szárazföldön élő az, ami színes, természetes is, hiszen a szárazföldön lévő növényzet is színes, itt jól tud rejtőzködni. Egy gyönyörű, szép hím. Letesen fölveszi a környezet színét. Egy kicsit pirosas barna farkától a fejéig. Hát nincs egészen egy méter, általában 10-12 kilót nyom. 8-25 tojást rak le. 90 napig kelteti a nap melege. Általában olyan 8-10 centiméterre teszi a homokba. Hoppá! Most jó nagyot köpött. Tengeri iguán, az pedig tiszta fekete nyilvánvaló, hiszen az ott a sötét bazalt köveken él. Ez meg egy bébi. Nyolc lábnak és két ollónak kell lennie. Ott van mind a négy. A kicsi az egészen fekete, aztán ahogy nő föl, úgy színesedik, és úgy váltja a páncélját. Lávarátnak is nevezik. Nagyon finom csemege. Ő pedig tengeri moszatokkal táplálkozik, de kedvence a tojásból éppen kikelt óriás. Kifutnak a tengerből, oda mennek a lukjukhoz, és hogyha veszélyeztetve érzik magukat, egy perc alatt eltűnnek a lukban. Siker, itt van. Nem csak óriás teknőcök rakják ide a tojásaikat, hanem a rájáknak is kedvenc helye ez a óceánpark. A Túr-sziget északi oldalán az úgynevezett Batchas Beach-en vagyunk, ami magyarul azt jelenti, hogy deregje tengerpart. A szemben lévő Batra-szigeten a II. Világháborúban amerikai haderő tanyázott, és az őket szállító deregjék, amikor már nem volt rá szükségük, elsüllyesztették, ezért a helyi lakosok ezt a területet deregje partnak nevezték el. Egy kis gázlómadár, Szent Péter gázlómadár. Töttünk itt a homokos parton, és egyből megjelent a bika körbenézni, hogy mi a bánatot kereshetünk itt az ő háremén. Aztán egy kis nőstény ide kijött a bikához, gondolom kis udvarlásra. Itt van a kis nőstény, itt van a tehén, vagy a borjú. Bika meg ott háttörben húzkál. Aha. És milyen szépen
Igen, mivel be tudja hajlítani a hátsó úszólábát, ezért a többi fókához képest nagyon kecsesen tud mozogni a szárazföldön is. Igen, hát a többiekhez képest valóban nagyon takarosan mozog. Itt van a kis füle, füles, ezért füles fókának is hívják, és a nagy bajsza, ami radarfelfogóként működik, tehát messzi távoli hangokat is a vízben tud érzékelni, meg itt a szárazföldön is. Yeah, egy kis produkció. Képbe. Csak egy néhány napos lehet látni, ott van a köldök zsinór. Pillanat, amikor egymás hangjait rögzítik, meg egymás illatát, egymás szagát rögzítik. Igen, most fantasztikus, tényleg a mama kikényszeríti, hogy ő is adjon hangot, hogy akkor így rögzíthesse. De jó, és itt a mama, hogy elfekszik és felkínálja a csend bimbóját ennek a kis butának. Mindegyiket végig kóstolja, az egyikből a Amstel jön, a másikból a kakaó. Igen. Ez volt a drámája ennek a szegény állatnak, ez a kíváncsiság, mert amikor a 18. 19. században megérkeztek ide az úgynevezett fókavadászok, akkor bunkóval, ezrével ölték agyon ezeket a szerencsétleneket. Ez a kis buta, ez meg eltévedt, keresi az agyát. Nem, ezek ott voltak kezdben, látták a kis öregasszony. Balázs, gyere, Balázs, 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 rád lép a... Az a piti. Az a piti. A 11 hónapos vemhességet követően 6-9 kg-mal születnek. Egy kis oroszlán fóka óvoda, amelynek mindig megvan a soros óvónénie. A tehenek fölváltva egy magasabb szikláról vigyázzák a kicsiket. Egyébként egy évig szoptatja nagyon gazdag tejével a kis fókaborjakat, utána azok elhagyják a mamát, és attól kezdve aztán önállóan élik életüket. Hatalmas egy harci játékot adnak itt elő. Aztán vannak lent, de most a ketten győzkedik egymást itt. Tengerben, a vízben aztán kitűnnek, 30 kilométeres sebességgel is tudnak úszni, megfordulnak pillanatokon belül, háton úsznak, tehát amelyik halat kinézték maguknak, nincs túl sok esélye. Ha aztán elkapták a farkát, akkor a szájukba szorítva kiviszik a partra, és egyszerűen hozzácsapják a sziklához, és megvan a táplálék. Hímfókák, ameddig a szem ellát, az aglegénytelep, azok a hímfókák gyűlnek itt össze, akik a harcban vesztesekké váltak, és a legutóbbi párzásnál, párzás időszakban nem sikerült nekik háremet alapítani. Ez nem rambérges a legyekre. És bizony ide jönnek ilyenkor össze, aztán majd az új párzási időszakban megint, ha elég erősnek érzik magukat, megmérettetnek, és talán sikerül akkor egy háremet szerezniük. Úgy néz ki, hogy nem fogunk tudni bemenni a hajóra, mert éppen egy hatalmas nagy meccset vívnak. Ez fényképezik. Ez igen. Védik a területet a hímektől. Azaz, azaz. Te Balázs, mit mondtál ezeknek, hogy így feláborodtak? Ott hajtja föl az anyukat a partról. Nem veszitek észre, hogy veszélyben a hárem? Hogy lehettek ennyire bambák? Menjetek föl! Akkor a játék. Azt a mindenit. Ott most mennyire látszik, azt néz András, olyan nagy, most nézd meg, hogy mekkora. Most egyet fog percelni. Hát igen, most már rendet csinált a parton. Most már. Köszönöm. Mekkora nagy. A hím nem csak táncot jár a tojó előtt,
vagy megvív veddélytársával, mint a többi madár, hanem bemutatja szíve választottjának, hogy milyen anyagból kívánja felépíteni a fészköket. A nehéz bombázó pelikán. Tíz-tizenöt párból álló kolóniában élnek. A hímek és a tojók együtt költik ki 40 napig az egyetlen tojás, a vízfelszín közelében élő halakkal táplálkoznak, vagy éppen fészket fosztogatnak. A hímek a piros torokzacskójukat fújják föl, ehhez ütögetik csőrüket, és így próbálnak hódítani. Szárnyuk fesztávolsága sokszor a 2 métert is meghaladja. A csibék pedig csak úgy, mint a mai fiatalok nagy része, ameddig csak lehet, a szülei nyakán élnek. 9 hónapos, és még mindig az anyja táplálja. A világon egyedül csak itt található a Galapagos szigeteken, 50 kolóniában, mintegy 10-15 ezer pár él. Kitűnő a látása, éjszaka is észreveszi a halvány fényt kibocsátó planktonokat, ami egyben azt is jelenti, hogy a halak is ott anyáznak, tehát érdemes oda menni éjszakai halászatra. Élmény nézni a repülését, és a vadászatát.